Tobi, pont most kell kakilnod, amikor előveszem a kamerát? Pont most kell kakilnia. We had our ups and downs, baby. Sometimes we were tight and sometimes oceans apart. Gotta learn just how to move on without you. Na, sziasztok! Üdvözlök mindenkit ebben a vlogban. Itt vagyunk a Népligetbe. Tobinak, amióta az utolsó vlogot láttátok, egy új szokás lett, már pedig az, hogy mindenhol megtalálja az egyetlen botot, ami van az egész mező közepén, még a hó alatt is. Igazi kis vadászkutya kezd belőle tehát lenni. Egyébként szakad a hó, most nem annyira, de eddig szakadt a hó, és hát tiszta fehér minden itt a Népligetbe. És eljöttünk ide Tobival, mert... egy új dolgot kell gyakorolnunk, ami nem más, mint a behívás. A behívás azt jelenti, hogy amikor én azt mondom neki, hogy Tobi, gyere ide, vagy gyere, akkor oda kell jönnie hozzám, akár egy méterre van tőlem, akár öt méterre, és most, mint ahogy látjátok, nem fog sikerülni. Tobi, gyere ide, gyere! De, sikerült, mégiscsak sikerült. Jó. És ezt pedig nem máshogy fogjuk begyakorolni, mint nem ezzel a pórázzal, hanem egy flexi pórázzal, de majd elmagyarázom mindjárt, hogy hogyan pontosan. Először keresünk egy nagy tisztást itt a Népligetbe valahol, ahol nincs ilyen sok fa, mert ebbe belegabajodik a flexi, akkor abból csak bajok vannak. Move on without you. We had on in us, baby. Nos, meg is érkeztünk a nagy tisztásra, a szempillámra ott a hódarabok esnek, akkor a szempillám, sok nő irigyli egyébként, hát ez jutott nektek, nekem meg ez, haha. Na, tehát itt vagyunk a tisztáson, és ahogy látjátok, Tobinak nagyon nagy hó van, és nagyon húz egyébként, amit nem szabadna, és amit már tud is, hogy nem szabad, de most itt kicsit elfogadom, mert ez így nagy élmény neki. De van egy flexipórázunk, mindjárt megmutatom, hogy az milyen. És azzal fogjuk begyakorolni itt a tisztáson, hogy bármerre mehet igazából 5 méteres körzeten belül, mert ugye akkora a flexipóráz, de amint elér az 5 méter végére, én vissza fogom ugyanúgy pattintani őt, mint ahogy szoktam ezzel a kis pórázzal, hogy tudja, hogy oké, hogy elmehet messzebb és hogy nagyobb szabadságot kap, de attól függetlenül rám mindig figyelnie kell. Tehát most ez a másfél méteres póráz helyett egy 5 méteres lesz rajta, ami... ahogy sétál, ugye kihúzódik akár 5 méterig, de amint visszajön hozzám közelebb, ugye visszacsukódik, ezért flexipóráz. A behívás pedig úgy fogjuk gyakorolni, hogy ha nem jön valahova arra, hogy azt mondom neki, hogy gyere, akkor rászólok egyszer, hogy hé. A hé az azért kell, mert tudatnom kell vele, hogy szóltam neki valamit, ezért figyelnie kellett volna rám is, hogyha nem tudja, és nem figyel rám, és a hé után se figyel rám, akkor így visszapattintom, mint ahogy most pattingatom éppen ezzel a kis pórázzal. És megint csak elmondom, hogy direkt pattintom, és nem húzom, mert azt akarom, hogy egy nagyon rövid ideig tartson neki ez a kellemetlen dolog, és hogy ne folytsam meg, csak így visszapattintom. Látjátok, most nagyon akarja ezt a botot, visszapattintom, mert elkezdi húzni a pórázt, én meg azt nem akarom. Direkt van rajta nyakörv is, még mielőtt megkérdeznétek ezt is. Nem akarok hámot használni, mert ez valamennyire jobban fegyelmezi őt. Így kiskutyaként még ezt használom, aztán majd, hogyha nagy kutya lesz és szépen sétál, akkor majd hámot lehet nyugodtan venni. Egyébként van hámja, mert a biztonsági övet... Tobi! Nem! A biztonsági övet úgy csatolom rá, hogy ugye hámra van csatolva. Na! Itt rá is csatoljuk most a flexit, és nézzük, hogy ez hogy fog tetszeni neki. Tehát itt a flexipóráz, ahogy látjátok, ahogy megyek messzebb, egyre csak nyúlik és nyúlik, amíg el nem éri az 5 métert, és utána meg tudom rántani őt, mert ugye feszül már a póráz. Van rajta ez a gombit, hogyha ezt megnyomom, akkor bármikor tud feszülni, nem csak az 5 méter után. Úgyhogy ezt fogom használni akkor, hogyha szólok neki, nem jön, mondom neki, hogy hé, még mindig nem jön, akkor megnyomom, és rántok egyet rajta. Ezzel a pórázzal taníthatom meg neki, hogy oké, hogy szabad, és hogy bármerre mehet, de annak is vannak körülményei, tehát nem a tiszta szabadság, nem akkor, amikor ő akarja, és nem olyan távolságot kap, amekkorát ő akar, és olyan messze, ahova ő akar, nem akarom, hogy még egyszer elszökjön, bőven elég volt egy életbe egyszer, úgyhogy gyere Tobi, gyere! Azaz, most nagyon szépen idejött, ügyes vagy! Ilyenkor kéne adni juti falatot, csak most itt a kamera a kezembe, úgyhogy lassan le is teszem, és nyomjuk rendesen a tréninget, mert így ugye, hogy nektek hozzátok beszélek, így nem nagyon tudom őt tréningezni, és nagyon szépen jött most megint utánam. Úgyhogy ezt fogjuk most gyakorolni itt a Népligetbe, és utána valamikor találkozunk, jöjjön egy pár vágókép, és élvezzük ki ezt a havat. Imádom a havat, imádom. Ezt szeretem a télbe, hogyha latyakos, akkor azt már nem. Ilyenkor egyébként meg nem figyelek arra, hogy mit teszik és mit nem. Jó, persze valamennyire azért figyelek, de azt csinál, amit akar. Kivétel, hogyha azt mondom, hogy gyere! Hé! Aha, elindult. Ügyes van!
És időközben megint eltelt egy pár nap, vizsgáztam, úgyhogy nem tudtam nagyon bejelentkezni ezen a héten se, viszont ez az utolsó olyan hét így előreláthatólag, amikor egy kicsit így, nem azt mondom, hogy gyengébb a vlog, de hogy kevesebb dolog történik benne. Ezt kérek szépen értsétek meg, sajnos volt Szilveszterkor az az eset, amiről már meséltem egy másik videóba. Így hát a stressz miatt ott nem tudtam nagyon videózni, és nem tudtam a vlogot felvenni, még akkor sem, amikor már meglett Tobika. Utána pedig kezdődött a vizsgai időszak, ezen a héten 3-at vizsgáztam, és jövő héten még lesz egy. Úgyhogy ebben a Tobi vlogban meg ezért nem tudtunk sok helyre elmenni Tobival, ez nem azt jelenti, hogy nem foglalkoztam vele. Igenis ugyanazt a foglalkozás mennyiséget megkapta, csak egyszerűen kamerával nem akartam felvenni a mindennapjainkat, hogy sima sétára megyünk, mert az nem olyan érdekes. Viszont most, ahogy a múltkor, megyünk a Népligethez, és gyakoroljuk tovább ezt a behívásos tréninget, mert a tréner azt mondta, hogy most legyen ez a fő hát gyakorlat igazából jövő hétig, ugye hetente találkozom vele, hetente van új gyakorlat, amit gyakorolnunk kell, illetve a többit ugye tovább gyakoroljuk, úgyhogy ez a behívás, ez most a fő dolog lesz, amit gyakorolnunk kell. Jöttünk vissza a Népligetbe, múltkor nagyon nagy hóesés volt, még mindig hó van, de már nem esik a hó, és egyébként nagyon durva, múltkor nagyon megszerettem a Népligetet, ebbe a teljesen Narnia feeling volt kb. Itt, mint hogyha átsétáltam volna egy szekrényen, és így egy ilyen, nem tudom, ilyen csodavilágba találtam volna magamat. Nekem a Népligetről mindig az jutott eszembe, hogy buszpályaudvar, lepukkantság, hát nem túl jó fej emberek. És múltkor meg itt egy olyan jót sétáltam ebbe a parkba, hogy esküszöm valamennyire visszafordította ezeket az érzéseket bennem, úgyhogy Tobikával hol van? Nem tudom, valahol ott van. Tobikával most megint tréning lesz. Sétálunk egy picit, illetve most életemben először, most Tobi életében először fogja látni a drónt, hiszen eddig, ami Tobi vlogban volt drónfelvétel, azt mindig Tobi nélkül mentem el felvenni, viszont kell egy pár a Népligetről, és úgy gondoltam, hogy most külön ezért kijönni fölösleges, úgyhogy elhoztam magammal a drónt, és meglátjuk, hogy hogyan fog reagálni a kis DJI Mavic Air-emre Tobi. Tudni kell azért arról, hogy azért a drónok általában hangosak, de remélem, hogy ezt megszokja, mert nagyon sokszor fogja azért ezt látni nálam, úgyhogy ezt muszáj megszoknia. Ez egy olyan dolog, mint a kamera, ami hozzám van nőve, és azt is meg kell szoknia, hogy néha magamba beszélek, ami igazából hozzátok beszélek, de ilyenkor se érti nagyon, hogy kihez beszélek és mit mondok. Ezt meg kell szoknia, meg a drónt, úgyhogy ma megnézzük, hogy viseli a drónt. Ja, és még egy dolog, ami eszembe jutott most a Népligetről. Régen én oda jártam tornázni, amikor még nagyon-nagyon fiatal voltam. Körülbelül olyan 5-6 évesen, vagy 6-8 évesen egyik haverommal és hugommal jártam oda tornaklubba tornázni, és nekem azért maradt ez meg ennyire bennem, mert iszonyatosan rossz volt, és mondjuk sajnálom is valamennyire, hogy nem folytattam, de az volt, hogy ugye Tobika itt már nagyon ki akar jönni, az volt, hogy talajtornára jártam, és ugye én voltam az egyedüli olyan fiú, meg a haverom, aki igazából kicsit későn kezdte már el ezt a torna dolgot, és már nem voltunk olyan hajlékonyak, mint mondjuk a többiek, illetve a többiek lányok voltak. Hát minket nagyon-nagyon erősen nyomtak le a földre, amikor spárgázni kellett, és az nagyon megmaradt bennem, hogy az nagyon nem tetszett. Úgyhogy talán ezért maradt meg ez úgy, mint egy rossz emlék, így a Népligetről. Egyébként mondom, sajnálom, hogy nem folytattam, mert lehet, hogy mostanra már olyan dolgokat tudnék csinálni, mint kb. Az 1% a férfiaknak, úgyhogy na mindegy. Itt vagyunk Tobikával, úgyhogy most ki is szedem őt, és mehet a tréning. Szevasz Tobi, jó reggelt. Be vagy kötve, nem tudsz... Nem. Azaz. Szevasz. Na várjál, vársz Tobiás, vársz. És egy, ez lejött. Hámot is leszedjük. Ül. Azaz. Azaz, gyere Tobi. Azaz, ügyes vagy. Na, most pont most kaki. Nyomjad neki! Kaki! És egy kis info így az előrehaladásról, ugye Tobi már kezd nagyon figyelni arra, hogy meddig mehet el, tehát van ez az 5 méteres póráztáv, kb. Most kis van teljesen feszítve, és hogyha kicsit tovább megyek, akkor meg tudom őt rántani, és egyből reagál arra, hogy közelebb kell jönni. Most egy repülőt hall, úgyhogy valamennyi kis zavartság van benne. Na mi van, mit hallasz? Mit hallasz, Tobi? Mit hallasz? Rossz gazdi vagyok, mert elfelejtettem neki jutifalatokat hozni, pedig ugye az van, hogy amikor hozzám jön, akkor kap jutifalatot, csak hát igen, kocsiba maradt. Na mindegy, Tobi. Remélem azért
nem utálsz engem. Amikor elmegy a póráz végig az 5 méteres hatókörzeten kívül, akkor visszarántom. Arra egyből reagál, hogy valamennyire közelebb kéne jönni. Úgyhogy ez így már tök jó. És van a második eset, amikor ugye leragad valahol és hívnom kell, hogy gyere Tobi! Akkor most látjátok, nagyon szépen megindult. Viszont van, amikor nem indul meg ilyen szépen, hogyha például egy bottal játszik, akkor rá kell még szólnom azért a gyere után, hogy hé. És a hére általában felkapja a fejét, tehát hogyha a hére se reagál, akkor van az, hogy meg kell rántanom. Viszont eddig egyszer se kellett megrántanom, mert a gyere idére, ha nem is, de a hére mindig reagált. Gyere, Tobi! Nagyon szép, nagyon ügyes vagy. És ilyenkor nézi, hogy van-e nálam kaja, de hát sajnos most Tóbiás-Bóbiás nincs. Hé, gyere! Másik kutya. Gyere! Azaz, ügyes vagy! Nos, és visszaértünk a kocsihoz, ahol most Tobi egy újabb dolggal fog megismerkedni, ami nem más, mint a kis drónom. Tehát van nekem ez a Mavic Air-em, ami azért egy eléggé hangos drón tud lenni. Megnézzük, hogy Tobi hogyan reagál rá. Utána pedig bedugom a telefonat, drónozunk, és elmondom, hogy viselte ezt Tobi. Az, ott egy drón. Jó. Tudom, hogy nem érted, hogy mit mondok. Ez itt egy távirányító, hangos lesz. Nem kell félni tőle, jó? Figyelj, nézd, ilyen hangja lesz. És behúzom a két kart. Nem kell félni, Tobi, látod? Ott a drón. Kicsit azért megbolondult. Nézd csak, el is megyek vele.